Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, ja, jöjjön a Gamer Pszichológia következő része. Az előző videóban, kattintjatok a leírásban, ha ott van a link, ha nincs, akkor ugorjatok el a csatornára és megtaláljátok. A célről beszéltünk és a hozzátársított érzelemről, hogy a kettő együtt milyen erővel képes motiválni téged, hogy elérd a célodat. Tehát a fejből kiszedett cél az akarat és a szívből hozzátársított érzelem. Hogyan képes motiválni arra, hogy elérd a célodat. És most ebben a videóban fogunk beszélni arról, hogy mi az út, amihez oda el akarunk érni, ugye. Megvan a cél, sokszor az emberek fejükbe veszik a célt, és az első gondolatunk, amikor fejünkbe veszik a célt, mi az, hogy a francba tudnak oda elérni minél gyorsabban, és elkezdünk keresgélni. Keresgéljük a könnyű utat. Mindig ez van, nem? Hogy tudok legkönnyebben, ha megszerzem ezt, és megszerzem azt, akkor eljutok oda, eljutok amoda, és megpróbálok megszerezni a legkönnyebb utat. Na, és ez itt a probléma, igazából. Mert lehet könnyen haladni, de nincs könnyebb és megkerülő út, csak az út van. Tehát, ha végig gondolod, amikor elértetek valamilyen, bármilyen kis célt az életetekben, tehát, mit tudom én, ötös lettél évvégén, munkahelyelőnöktetésben, valami példákat szoktam én felhozni, karrieredben bármilyen célt elér, ha már elértél odáig, és visszagondolsz, hogy hogyan érted el, mi volt az út, amin végigmentél, rájössz, hogy minden lépés egy tégla volt azon az adott útvonalon, kivéve, hogyha beleszülettél a családba és helyből beraktak oda abba a pozícióba, de akkor is egy utat kell bejárjál, amire megérsz arra a pozícióra. Szóval amire ki akarok lyukadni, srácok, az, hogy nincsen könnyű út. Lehet, hogy valakit helyből betesznek egy líder, egy vezető pozícióba, egy céghez, és finge sincs az egészről, de út fog vezetni oda, amire abból az emberből egy vezető lesz, és meg fogja érteni azt az egész koncepciót, például amiről a cége szól. És addig meg természetesen rohadt sokat kell tanulni, és lépcsőről lépcsőre fog menni. Szóval, aki azt hiszi, hogy valaki úgy születik, hogy valahova bekerül, mert származása jogán, vagy bármi van, az lehet, hogy ez oké. Azért a szintér valaki előtte megküzdött, és az az ő öröksége, hogy ő azt az illetőt oda betehet, és ez így van rendjén. Ez erre nem szabad féltékenynek lenni. Viszont annak az új illetőnek is, aki már valami oknál fogva joga van ott lenni azon a magas ponton, ahol van, sajnos tetszik vagy nem tetszik, úton útfélen be kell járnia azt az utat, amivel megérik, hogy az legyen aki. Szóval, és íme itt vagyunk mi, valahol itt állunk a Morfém világában, és hát megvan a cél, meg szeretnéd szerezni az összes Warframe-et, ennyi milliót prikerültet szeretnél, ennyi millió platót, kis fel szeretnéd oldani az összes bolygót, csak állsz és nem tudod, hogy hogyan kezd el, és próbálod keresni az egyszerű utat. Sokszor látok olyan játékosokat a Warframe-ben, hogy még csak tegnap kezdte, de már megvan neki az a über-über pro fegyvere, és akkor rájön, hogy az a fegyver zorrat, én azt kitörlöm, ez a fegyver, ez nekem nem tetszik, mert szar, és közben lehet, hogy kitörölj a játék egyik legjobb fegyverrel, a játék egyik legjobb Warframe-el, én kitöröltem a WoW-ban, mert hogy az egy szar karakter, és itt jön a dolognak a lényege, az, hogy ugye megint csak lehet, hogy megszerezted azt a legjobb fegyvert, megszerezted azt a egyébként rohadt jó karakter, de mivel, hogy a szinted még nem volt ott, majd egy másik időben erről is beszélünk, mivel, hogy a szinted még nem volt ott, nem tudod, hogy hogyan kell használni, meg kell érni erre a szintre, és ezért mondom azt, hogy van az út, de nincs a megkerült út, nincs a könnyebb út, nem leszel OP-bb egy adott fegyverrel, nem leszel jobb azzal az adott karakterrel, hogyha nem tudod, hogyan kell használni, de ahhoz, hogy tud használni, ahhoz az úton kell haladnod, hogy megtanuld a játéknak a trükkjeit, a kis szabályzatát, a kis világát, és hogy érezd, és hogy lásd, hogy tud, hogy miről szól ez a játék. Na most ezen nem lehet, ha átugrasz,
akkor 2 hét után hagyod abba a játékot, mert nem fogod érteni, mert annyira sűrűjébe érsz bele, hogy nem fogod tudni, hogy mi az Isten nyila folyik, és akkor az erősebb alkatúak, azok nem adják föl ilyenkor sem, hiába beleugrottak a sűrűjébe, van, aki nem adja föl ilyenkor sem, mit csinál? Elkezd kifelé bogozni, mint ha valami egy nagy bog, és elkezdi kibogozni. Magyarul mi történik? Visszafelé mész lépéseket a tudásskálán, hogy majd előre jöhess. Tehát, gondolom, ez annyira nem kézenfekvő dolog. Szóval a lényeg az, srácok, hogy azt hiszem, hogy nincs könnyű, de tényleg, hanem egy út van. Na most hogyan tudunk haladni ezen az úton legalábbis, hogy tényleg érdemes az alapokkal kezdeni. Manapság az internetvilága hatalmas, tehát a másik dolog, lehet erre egy videót kéne szentelni, de inkább foglaljuk bele ebbe, tehát a másik dolog az, hogy lehet önállónak lenni, tehát nagy már a internetvilága, meg lehet keresni a válaszokat rá. Természetesen sokszor vannak félrevezető válaszok, amiket ha önállóan csinálsz dolgokat, sokkal nagyobb örömet lesz bennük, mert te magad érted el a tiéd, és ez a te érdemed, és te tapasztaltad ki. És természetesen mind ezek mellett, amikor elindulunk az úton, és nem kikerüljük a dolgokat, hogy a jobbat szeret, a többiek által jobbnak mondott dolgokat, és valóban jobb dolgot szerezzük meg, és számunkra kiderül, hogy nem is annyira jó, mert még nem értünk hozzá, de természetesen ezen az úton, amikor elindulsz, amikor a tanulási úton elindulsz, vannak úton útféle mentorok. Hát vannak olyan emberek, akik jobban értenek hozzá, mint te értesz hozzá jelenleg, és ezek az emberek tudnak neked segíteni. Na most itt a legnagyobb dolog ezzel a segítséggel kapcsolatban, hogy ezeknek az ember, nekem is voltak, rengeteges segítettek, Zuzu, Gosi, Kido, Falko, mindenki, aki körülöttem volt, ahol én elkezdtem a Warframe-et, úton útfélem beleakadtam játékosokba, akik segítettek. Például az első játékos, akik nekem segített, Tominak hívták, még akkor neki is még csak egy pár dolog volt meg a Warframe-ben, nem túl sok minden, de éppen annyi, hogy engem például el tudjon indítani az úton, és az alapokat megadja. Aztán jöttek Zuzu, jött Gosi, akinek sokkal több tudása volt a játékról, és még egy magasabb szintre emeltek, majd jött Kido, majd jött Falko, és egy újabb világot nyitottak meg előttem, de csak egyetlen egy feltétellel nyitották meg azt a világot. Csak és csak akkor nyílt meg az az új világ előttem, amikor már készen álltam arra szintre értem el, hogy megértsem azt, amiről ők beszélnek. Tehát van az a, és ugye szintekről beszélünk, tehát különböző mentorok különböző szinten álltak, most mondjuk így, és ezeknek a mentoroknak a különböző szintjükhöz a megfelelő kérdést kellett föltenni. Tehát sokszor kapok kérdéseket én is Warframe-ben, de annyira olyan, hogyan kell kinyitni egy ajtót című kérdésekre, nem tudok, illetve nem fogok válaszolni, mert az a kérdés az nem az, amire nekem kell még válaszolni. Szóval valahogy itt állunk, tehát elindulunk az úton, érdemes keresni magunknak egy olyat, aki érti azt az adott dolgot, aki azon a szinten áll, ahol egy kicsivel följebb, mint mi, aki be tud vezetni minket abba a dologba, mert őt azok a kérdések foglalkoztatják, amiket te fel fogsz neki tudni tenni. Azok a kérdésekre ő tökéletesen fog választ adni. Aki sokkal magasabb szinten áll, ő más szintű kérdésekre ad neked választ, másfajta dolgokon jár a fejem, más kérdésekben érdekel természetesen, és mivel hogy haladsz fölfelé, előbb-utóbb elérsz arra a szintre, tehát az úton szabosan haladsz fel, előbb-utóbb elérsz arra a szintre, amikor felteszed ezt a kérdést. Emlékszem az egyik legemlékezetesebb videó, nem is tudom, már valószínűleg azon a szinten járhattam, ahol az egyik srác, név szerint Kido, már megelégelte, és leírta a véleményét az egyik videónál, illetve nem megelégelte, illetve csak leírta a véleményét az egyik videónál, tehát valószínűleg elértem ahhoz, hogy amúgy ennek a srácnak a lexikális tudásán feltegyek egy olyan kérdést, amire már tudott válaszolni. Nos, és ezen a szinten, mivel már elértem arra a szintre, ő lett számomra mondjuk így az egyik másik olyan valaki, aki nekem tudott válaszolni már a kérdésemre, mert azok, akikkel eddig voltam, ők már annyira nem tudtak válaszolni ezekre a kérdésekre, vagyis hát együtt kezdtünk el tanulni azokkal a srácokkal, hogy választ keresni ezekre a kérdésekre, és akkor beleakadtunk Kidóba, aki volt olyan kedves, és például ugye megtanította nekünk az új dolgait a Warframe-nek. Szóval a lényeg az, hogy úton, amikor megyünk, beleakadunk
olyanokba, akik képesek minket húzni a célunk felé. És az ilyen lehetőségek, ezek így ordítanak a popánkba, tehát így itt vagyok, segítek, itt vagyok, használj ki. És az ilyen tudás, legyen az egy könyv, legyen az egy ember, legyen az akármi, azt meg kell ragadni, mert az a következő lépés, azon a szint, az a következő lépcsőfok, hogy elérd azt a szint, azt a célt elért, a következő lépcsőfokokat mindig meglépt, és úton útfélen megtalálod ezeket az információkat, hogyha elkezdesz keresni, ha elkezdesz játszani. Csak ne feledd, ne kiugor lépcsőfokokat, hanem mindig az adott megfelelő lépcsőfokon állj, és tölts el annyi időt, amennyi szükséges ahhoz, hogy kiismerd azt az adott részleget, hogy utána erősen léphess a következő lépcsőfokra, tehát magyarul, hogy az alapozás erős legyen, és akkor, mikor végül elérsz ahhoz a Warframe-hez, amit mindenki erősnek mond, akkor tökéletesen tudjál vele játszani, hogy érezd, hogy tud, hogy megnézni az a játék tapasztalat, az a mozgás kultúra, az a fegyver használat, az a környezet ismeret, hogy az a Warframe a kezeid között kiteljesedjen, mondjuk így, és az a fegyver a legjobb modolást érje el, a Warframe is a legjobb modolást érje el, és de ezt akkor fogod tudod megcsinálni, ha azon az adott szinten már a legjobbat tudtad elérni, szóval ennyi. Ennyi lett volna, azt hiszem, az útról, magáról, az oda vezető, a célhez vezető útról legalábbis. Mi a véleményed, ki mit gondol erről, és hát köszönöm a figyelmet, sziasztok!